Ez a nap a Kárpát-medencei magyarságról, a magyar pedagógusok elhivatottságáról és szeretetéről, valamint az anyaországi és külhoni magyarok megtartásáról, sikerességéről szól. Ezt mondta a felsőoktatásért felelős államtitkár az Óbudai Egyetemen, azon az Európai Pedagógus Napi ünnepségen, amelyen a határon belül és határon túli oktatóknak köszönték meg az áldozatos munkájukat. Az önök hivatása a fiatalokról szól. Arról szól, hogy a magyar fiataloknak olyan körülményeket, olyan nevelést, olyan lehetőségeket biztosítsunk, amelyben sikeresek lehetnek. Mert a magyar fiatalok sikerre vannak ítélve, övék a jövő. Ezért újítottuk meg közösen felsőoktatásunkat, hogy legyen versenyképes, vonzó, identitásőrző és közösségépítő. Ezeket a tulajdonságokat csak egy megújított pedagógus képzéssel lehet elérni, ám ezzel együtt az egész magyar felsőoktatás megújult, ennek most már egyértelmű jeleit mutatják a nemzetközi besorolások is. Én már 12 egyetemünk van a világ legjobb 5%-ában, és ami napvilágot látott QS nemzetközi rangsoron, már 3 egyetemünk van a legjobb 2%-ban. Tavaly 2 kutatónk lett Nobel-díjas. Én már második éve dönt rekordot a felsőoktatásba jelentkezettek száma. És erősödnek a magyar egyetemi közösségek, legyen szó akár sportról, kultúráról, vagy magyar és egyben egyetemi identitásról. Az Óbudai Egyetem alapítása óta nagyon sok lépést tett annak érdekében, hogy a határon túlélő magyar fiatalok anyanyelvükön kapjanak színvonalas műszaki képzést. Erről már az egyetem rektora beszélt. Hozzátéve alapvető cél, hogy minden tehetséges magyar fiatalt felkaroljanak. Ezt a célt szolgálja az általam még temesvári egyetemistaként 25 éve alapított Erdélyi Műszaki Tudományos Diákköri Konferencia, amelynek a támogatói és közreműködői vagyunk évek óta. És szintén Temesvárhoz kötődik egy most megerősített együttműködés is. A Bolyai Szakkollégium új alapokra helyezve az Óbudai Egyetem, mint anyaországi intézmény gesztorálásában kiemelt szakmai támogatással vesz részt a jövőben a bánsági magyar tehetséggondozásban. Az egyetem tervei között szerepel a szakkollégiumi rendszer, vagyis az óbudai, a felvidék és a délvidéki kollégiumok összekapcsolása, de a magyar nyelven elérhető oktatás szolgálja a 10 éve megalapított Kárpát-medencei online oktatási centrum is, amelyen már 70 ezeren végeztek el egy-egy kurzust. És a most megtartott rendezvénynek is az a célja, hogy az oktatást, illetve az azt biztosító pedagógusokat határok nélkül ünnepeljék, mondta Kovács Levente. Az Európai Pedagógus Napi ünnepséget az Óbudai Egyetem 2011-ben azért hozta létre, hogy a pedagógusok ünneplése mellett a nemzeti összetartozás napja előtt is tisztelegjünk. Valljuk, hogy a Kárpát-medencei egységes oktatási tér éppen a közös nyelvünk révén teszi egységessé a nemzetünket, és amelynek az oktatás és az őt művelő pedagógusok az egyik fő letéteményesei. A különleges pedagógus napi ünnepen jutalmak átadására is sor került, így 4 oktató kapta az Óbudai Egyetem díszérme kitüntetést, 3 pedagógus kapott emlékgyűrűt, valamint átadták a tiszteletbeli és a címzetes egyetemi docens kitüntető címeket, illetve a rektori dicséreteket is.